A párizsi merénylet kapcsán a magyar iszlám közösség közleményt adott ki, melyben kijelentik, ez nem az iszlám. Bolek Zoltán, a magyar iszlám közösség elnöke a Bonum híreknek azt mondta, a támadók terroristák, nem muszlim testvérei. Aki egy embert megöl, az olyan, mintha az egész emberiséget megölte volna. Idézett a muszlimok szent könyvéből, a Koránból Bolek Zoltán, a magyar iszlám közösség elnöke. A merénylet egyik okáról, a megjelent karikatúrákról a Bonum híreknek azt mondta, a közösség arra hívja fel a figyelmet, hogy nézzenek a dolgok mögé, mi vezet egy ilyen helyzethez, és az sem mindegy, mit enged meg magának a sajtó. Mi nem fogunk háborúba szállni a terroristák ellen, mondta. Tehát nem megyünk el katonának. Tehát így gondoltam, hogy nem megyünk el, tehát a világ ott háborúzik, vagy világ egy része ott háborúzik, de mi nem gondolkoztunk azon, hogy belépünk akár a kurd hadseregbe, vagy akár a török hadseregbe, hogy harcoljunk a terroristák ellen. Ha lenne hadkötelezettség, és el kellene mennem, bár mondjuk én már túlkoros vagyok hozzá, de el kellene mennem, akkor egyértelmű, hogy vállalnám, tehát, mert ők terroristák, és nem a testvéreim.